Dr. Rózsa Domokos leköszönése után, aki egyébként évtizedeken keresztül vezette a megyei ügyvédi kamarát, a tagság dr. Ette Rödön esztergomi ügyvédet választotta meg elnöknek. Kamaránkban is két hete történt ez meg, és hát a tagság bizalmát nekem sikerült elnyerni. 8 éve vagyok elnök helyettes, és arra vagyok büszke, hogy egy olyan kamarának lehetek most az elnöke, ahol 40 évig ugyanaz az elnök volt, dr. Rózsa Domokos, gondolom mindenki ismeri Domit. Ő példamutatóan vezette ezt a kamarát, mintegy 40 éven keresztül, és olyan alapokat rakott le, amelyen remélem nem lesz nehéz jó elnöknek lenni. Egyre jobban szűkül az ügyvédi tevékenység, nehezebb a megélhetés. Óriási joganyag zúdul az ügyvédségre, sajnos egyre nehezebb ellavírozni ebben a joganyagban. Természetesen az egyik fő célja egy ilyen szakmai kamarának, hogy a tagoknak ebben segítséget nyújtson, biztosítsa részükre a továbbképzést, és a figyelemfelhívás azokra a buktatókra, amely a jogszabályok ellentmondásaiból fakadnak és rajtunk csattannak. 168 választásra jogosult tagunk van, természetesen vannak szünetelő ügyvédek, vannak olyanok, akik tiszteletbeli tagjai ennek a kamarának, körülbelül olyan 180 a taglétszámunk. Kicsi kamara, de remélem, hogy ettől megőrzi a családias jellegét. A megyei ügyvédi kamara titkára dr. Izsó Attila arról beszélt az elnökségi ülés előtt, hogy mit nyújt a szervezet tagjai számára. Még a tagságból is sokan mondják, hogy nem tudják, mit kapnak. Az országos érdekvédelmi dolgokat kapnak, plusz például a ingatlan nyilvántartásban, hogy ügyvéd kell, hogy a cégekhez ügyvéd kell. Az Európában nagyon kevés. Ez mind a kamara érdekvédelmi szervezete harcolta annak idején ki, és most is vannak külső támadások, hogy ez ne kelljen, de kell, és ezt meg tudja sikeresen védeni. A tömérdek jogszabályváltozás, amit ugye menet közben PTK, BTK módosítások, ezek mind a kamara koordinálja. A joghoz való hozzáférés, ugye ilyen 200 000 forint fölötti összegekben került eddig évenként egy jogtár minden külön tagnak. Most ezt 21 000+ forintért megkapják. Tehát maga a kamarai tagdíj, ha csak ennyit tett volna a kamara, már megéri.